Gyulai Kolbász, a Varró Tűbe, Eljön Károlyi, Vasszali, Harsányi, Höller Papa. Úgy tűnik sajnos Kispál Tomi műszaki probléma miatt félreállni készülünk, Kárépte. Brutálisan visszavette a vezető szerepet Vasszalival szemben. Tehát ez még mondhatjuk azt, hogy ez még belefért a rallycross szabályaiba. Ez a kis előzés. Egyelőre ahhoz képest, hogy én azt mondta, hogy hát annyira nem megy az autója, ahhoz képest ott a harmadik helyen, de ők most kimennek Vasszalival a Jokerre. És így most Harsányi Zoli fel fog jönni a második helyre. Károlyi Tomi most már talán ellógott a mezőnytől, ő nem nagyon szereti, ha vannak előtte, ez most be is bizonyosodott. De tényleg félelmetes volt, amit Mária Pocson művelt. Nem ért meg az árnyékától, kiütött a Balácsok futóművet, teljesen oda-vissza, jobbra-balra mászkált az autó, és egy olyat vezetni szinte lehetetlen, őt ez nem zavarta. Végigküzdötte a küzdelmet, a meccset, a csatát, úgyhogy le a kalappal előtte. Na nézzük, második helyre akkor Harsányi érkezik, Vasszali, igen, most jól viselkedik az autó, Höller Papa, pedig biztos, hogy érkezik. Vasszali érkezik Harsányira, óvatos fénytávot vesz Harsányi Zoli, de belső éve megpróbál oda pirítani, vagy Szigri Zoli, be! Károlyi okosan, most már nem csúsztatja feleslegesen, ügyes, Harsányi a második, de mögötte ott van, támadó pozícióban, lőtávolban Vasszali. A juniorok nem sokára a rajtrácson, utána jön egy pályakarbantartás, ergo egy pici locsolás. Azért ezek itt szólnak fölfelé, gyerekek, nagyon durva. Nagyon furcsa, hogy itt kérdés. Harsányi Zoli nagy király volt, és megvan, Harsányi megnyeri, Vasszali, harmadik Károlyi, ezt mondjuk Harsányira, ez csodálatos volt, Harsányi Zoli kivárt, precízen, nem véletlen a sokszoros magyar bajnoki cím, rutin.